Na sziasztok, az én nevem van és srácok, itt a lányok. A mai napon egy olyan dologra lesz szükségünk a videóba, amit még soha nem használtunk. És ez nem más, mint... megmutatom nektek. Mint a nap! Nagyon régóta böngészem az internetnek a zegzugát, olyan dolgokat keresve, amik napelemmel működnek. És találtam egyet, és ez nem más, mint a 6-1-ben Solar Kit névre hallgató dolog. Nyissuk ki, én már rettentően kíváncsi vagyok rá. Mutasd, mit van. Wow. Hány éves kortól van ez? 10. Wow, haladunk. Nem is akármilyen dolgok vannak a csomagban. Először is, mivel 6 dolgot tudunk összerakni belőle, van 4 darab ilyen, hát ezek a kellékek, ezekkel kell majd összekovácsolni a végproduktumot. Van 2 ilyenünk. Van 1 ilyenünk. Van egy ilyenünk, ez érdekes, mert ezen azok a rugók vannak, amikkel már dolgoztunk korábbi videókban, úgyhogy jobban megnézitek, ezeket már használtuk. És van egy ilyenünk. 6 darab dolgot lehet összerakni, na most ez szerintem sokáig fog tartani, úgyhogy timelapse! Nagyon érdekes, mert a kezdésnek össze kellett rakni 2 elektronikai dolgot, és szerintem ez lesz az agya az egész dolgoknak. Össze kellett rakni egyszer a napelemes kis platninkat, és össze kellett rakni, hát ezt még nem tudom pontosan, hogy mi, de az összes elektronikai dolgot felhasználtam. Most, hogy megvagyunk a dolgoknak az agyával, ami majd ezt az egészet irányítani fogja, össze kell raknunk magát a robotot, ami majd napelemmel fog működni. Először is ezek lesz szükségünk, ezek a mi alkatrészeink, a mi kis szolár robotunkhoz, ezt így már látjátok, ott a karja. Viszont az az érdekes, hogy csak hogy tudjatok viszonyítani, itt a kezem, a csomagolás ekkora, és rajta a robot akkora, mint a kezem. Hát ez nem lesz olyan nagy, vagy nézem, de rakjuk össze. Most elkészült a mi robotunk, amit azt látjátok. A tetején itt van a, csak óvatosan akarom, mert a keze az nem elég stabil, a tetején itt van a mi kis szolár. És tud gurulni, és fog majd remélem gurulni. Nem akarom, hogy eldőljön. Nagyon kis instabil, szegény, de megvan. Na most még az lenne egy jó kérdés itt, hogy ez hogyan fog elindulni? Mármint rásüt a nap, és ez elkezd pörögni, mint az állat? Gyerekek, igazából ezt kiviszed a napra, és ez el fog indulni. Menjünk ki. Na gyerekek, én kihoztam ezt a napra, most megpróbálom a lapot a nap felé irányítani. És ez egyébként tényleg olyan, mintha most magát elindult volna. Nagyon pontosan kell irányítani. Működik a dolog, az az érdekes, hogy lehet a földön jobban menni. Elakadt az állványomban. Na menj! És amint beér az árnyékon, beleáll. Az FPS számok miatt lassúnak láthatjátok a kereket, nagyon gyorsan pörög egyébként. Jó, most ez volt a mi kis robotunk, ami időközben kicsit szétesett. De én összerakok még egy... mit lehet még összerakni? Egy szélerőművet, egy szélmalmat összerakunk még. Mert elkészült a mi kis szélerőművünk, vigyük ki, nézzük meg, hogy ez is működik kint. Ez egy fokkal jobb lesz szerintem, mert sokkal stabilabb az alja, és nem fog eldőlni, úgyhogy ez lesz a megfelelő dolog szerintem. Még miatt felrakom a szélmalmot a napra, ne felejtsétek, hogy milyen fontos az, hogy ne szennyezzük a környezetünket, úgyhogy legyen ez egy jó példa erre, hogy ezt valahogy máshogy is lehet kezelni. Én köszönöm nektek a figyelmet, remélem tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és remélem, hogy feliratkozva, kiratkozzatok fel. Sziasztok!